Sziasztok, Zsolt vagyok, a Zsolt Tech and Detail World csatornáról. Mai videómban megpróbálom nektek megmutatni, hogyan tudjátok helyreállítani valamennyire a fényszórhútokat, csak néhány egyszerű eszköz használatával, hogy ne kelljen ugye drága polírozó berendezéseket vásárolni. Amit használni fogok, az pár mikroszálas kendő, mikroszálas ilyen kis szivacs, valamint a Chemical Guys fényszóró helyreállító paszta. Ő lenne a tesztalanya, hogy látjátok, eléggé el van halványolva a lámpája, mind a kettő. Ez egy 16 éves Skoda Fabia, már kettőször helyre voltak állítva, polírozó berendezéssel, de persze ugyanúgy lemattult. Úgyhogy első körbe leszárítom, mert a kocsi az előtte le lett mosva valamennyire. Nem lett teljesen tiszta, mert az elég koszos volt. Úgyhogy még van rajta mit csinálni. És utána meg is lett szárítva, de biztos, hogy biztos még egyszer szárazra törlöm a lámpát. Első körben jól fel kell rázni a fényszóró polírozó pasztát, hogy egyenletes legyen. És utána rá kell tenni ezekre a kis mikroszálas szivacsokra is felkenni. Először egy nagyon vékony réteget teszek rá. Nem érdemes ugye nagyon sokat rápakolni, mert úgyis csak az a réteg fejt ki akármilyen hatást, ami közvetlenül érintkezik a lámpabúrával, ami felette van, hiába raksz egy centiméternyi krémet akár, értelemszerűen a első jó milliméter, két milliméter után, sőt már annyira se, fél milliméter akár, semmilyen hatást nem fog kifejteni. Hogy rövid legyen a videó, mert azért egy ilyen folyamat eltarthat egy olyan jó fél óráig legalább a két lámpa esetén. Csak az egyik lámpát csinálom meg, a másikat a kamerán kívül fogom megcsinálni, de ugyanezzel a módszerrel, és a végén is majd egy kicsit vágok még rajta. Hagyom ugye száradni, majd ugyanazzal a mikroszálas szivacsal, csak a száraz oldalával egy kicsit erősebben dörzsővel lekaparom, hogy megnézem, ugye milyen eredményt értem el. Természetesen nem vártam, hogy az első után most csoda fog történni, úgyhogy ismét a mikroszálas kendővel szárazra törlöm, letisztítva ugye az összes maradvány krémet. Valamivel jobb lett, mint volt, de azért még van mit csinálni vele. Úgyhogy még egy réteget felviszek a mikroszálas szivacsal, ezúttal valamivel többet teszek rá. És amint fel van kenve, ugye állni hagyom ismét. Amikor úgy gondolom, hogy nagyjából jók vagyunk, akkor a mikroszálas szivacsnak ismét a másik oldalával, egy kicsit nagyobb erőt kifejtve ledörzsölöm. Ezt láthatjátok is a kocsi rezgéséből, vagy ingásából is, tehát hogy egy kicsit erősebben lett nyomva. Ismét egy szárítás következik, és utána egyet hátra lépek, hogy megnézzem, hogy milyen hatást váltott ki. Még valószínűleg kell majd egy réteg. Ahogy látjátok, úgy jön le szépen a előregedett sárga műanyag. Úgyhogy akkor még egy adagot kenek rá. Ezt is körülbelül olyan mennyiségben, mint az előbb, tehát nem nagyon kevés, de azért nem is őrülten sok. Ismét hagyjuk száradni.
majd jöhet a tisztítás megint csak. Azért most már látszik, hogy lényegesen jobb, mint volt. Hát, értelemszerűen, ha nekiesek még vagy 5-10 alkalommal, akkor valószínűleg mindegyiknél még elérek egy kevéske extra sikert, de szerintem ennyi pont elég is volt rászánni. Ezek 16 éves lámpák, úgyhogy le lett törölgetve. Ahogy látjátok, a másik oldal is kész, most volt egy gyors vágás, hogy megvédjem valamennyire az időjárástól és a naptól, kap egy kis Chemical Guys Jet Sealt. Ez UV védelmet fog biztosítani, közben a cica is nagyon kíváncsi volt rám. Nem hittős a szemének, hogy milyen változást el lehet érni néhány egyszerű lépéssel. Úgyhogy egy tiszta mikroszálas szivacs segítségével felviszek egy nagyon vékony réteget ebből a Jet Sealből. Természetesen mind a kettőre. És hogy rövidebb legyen a videó, mert itt most kb. Egy 20 percet kell várni, annyi idő alatt szárad meg teljesen ez a Jet Seal. Csinálok még egy vágást, és utána gyorsan letörlöm száraz, egy száraz is tiszta mikroszálas kendővel. És van a kendő. Szépen letörlöm az összes maradványt. Ez most már csak egy védőréteg volt, tehát ettől fényesebbnek nem kellene, hogy legyen, vagy tisztábbnak a búrának. Viszont egy körülbelül olyan 6 hónapnyi UV védelmet tettünk rá, hát értelemszerűen ez sok mindennek a függvénye. Ha esni fog az eső orba szájba, akkor nem tart ki 6 hónapig. És nagyjából ennyi is lenne. Ha tetszett a videó, akkor nyomjátok meg a like gombot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el megosztani a többiekkel is. Köszönöm szépen, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!